ChatGPT 4 Vision Test harmadik rész. Sziasztok, Pinter Zsolt vagyok az Emperem Pintér csatornától, és megnézzük a további felhasználási területeit. Ötletelünk, hogy mire is lehet használni a ChatGPT nemrég bejelentett Vision modelljét. Hogyha már láttad az első két részt, akkor ugord át a bevezetőt, ha még nem láttad, akkor nézd meg azokat a részeket is, mert nagyon sok ötlet felmerült, hogy mire is lehet használni a ChatGPT 4 Vision modelljét. Szóval, mi is ez? 2023. szeptember 25-én az OpenAI bejelentette két új funkció bevezetését, amelyek kiterjesztik az emberek interakcióját a legújabb és legfejlettebb modelljével, a GPT-4-jel. Lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyünk fel a képekkel kapcsolatban, és a beszédet bemenetként tudjuk használni. Ez a funkció azt jelzi, hogy a GPT-4 az multimodális modellé vált, ez azt jelenti, hogy a modell többféle beviteli módot támogat, szöveget és képet, és ez alapján ad vissza eredményeket. Amúgy a Microsoft által az OpenAI-jal együttműködve kifejlesztett Bing Chat és a Google Bard modellje is ugyanígy támogatja a képeket bemenetként. Ebben az útmutatóban megtudjuk az első benyomásokat a GPT-4 Vision képbemeneti funkcióval kapcsolatban, és egy kísérletsorozaton megyek végig, hogy teszteljem a GPT-4 Vision működését, megmutatva, hogy hol teljesít jól a modell, és hol ütközik akadályokba. Természetesen ugye az eredmények változhatnak a feltett kérdésektől és a promptban használt képektől is. Mi is ez a GPT-4 Vision, vagy röviden GPT-4V? Az OpenAI által kifejlesztett multimodális modell, a GPT-4V lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy képet töltsön fel bemenetként, és kérdést tegyen fel a képek kapcsolatban. Ez már elérhető az OpenAI ChatGPT alkalmazásában és a webes felületen is. Természetesen ennek az eszköznek a használatához GPT-4 előfizetéssel kell rendelkezned. Lássuk akkor, vágjunk bele a 31. Százat ígértem, már lesz itt még videó, azt hiszem belőle, szerintem most is kb. 15 fér bele a videóba, hogy ne legyen annyira túl hosszú. Tehát a 31. lehetőség, amire például lehetne használni. Itt van egy fotó, megkérjük, hogy írja le ezt a képet magyarul, és a képen látható földrajzi helynek megfelelő helyi nyelven is. Ez egy etióp ruhadarab, ami ezeken az embereken van, és reméljük, hogy felismeri, és meglátjuk, hogy le tudja írni ezen a nyelven, amit szükséges. Nézzük akkor meg, feltöltjük a 31-es képet, lássuk, felismeri-e, hogy milyen ruha ez. Nem tud segíteni. Miért nem tud segíteni benne? Jaj, ez jól indul megint. Lássuk, mi lehet a hiba. Nem volt tökéletes magyarságban az a mondat, amit írtam. Kicsit belejavítottam. Lehet, hogy teljesen másként értett ezt, az írjad le magyarul. Most átírtam egy picit, most már mindjárt ért is. Egy férfi és egy nő látható, akik hagyományos fehér alapszínű ruhában vannak, kék és zöld mintákkal, eltérve természeti környezet, valószínűleg egy park vagy erdős terület. Kép alapján nézd meg, hogy ez melyik ország. Nem tud segíteni. Hát nem segítek. Nem jöttél rá. Ez egy hagyományos viselet az etiópoknál. Nem jött rá belőle. Akkor lapozzunk. Jó, azt leírta, hogy mi van a képen, azt megtalálta. Kék és zöld minták, azt is leírta. Jó, meg a háttérben mi látható. Oké, nézzük meg a következő példát, ez nem sikerült. Már mindenki. A következő példa az egy SVG kód generálás lesz. Van itt egy logónk, és szeretnénk ebből SVG kódot Tehát SVG kódot létrehozni, az SVG file formátummal vektoros képeket tudunk leírni, tehát létre tudnánk elméletileg hozni egy vektoros formátumot, és ugye az SVG-nek a kódja az tulajdonképpen egy szöveges állomány, amiben lehet rajzolni mindenféle
köröket, négyzeteket, vonalakat, mindenféle objektumokat, de szövegesen írjuk le. Tehát elméletileg ugye ilyet tud készíteni a ChatGPT. Nézzük meg, hogy egy ilyen bonyolultabb formával mit kezd. Kezdünk egy új szakaszt. Jó, miben segíthetsz? Gyere, gyere! Oké. És feltöltjük ezt a logót. Ez az ENSZ-nek a logója. Igen, megvan neki, hogy az ENSZ logója. Az SVG kód létrehozáshoz bonyolult geometriai alakzatokat és fonalakat. Hát egy egyszerűsített változatot. Jó, lássuk, milyen lesz az egyszerűsített változat. Erre nagyon kíváncsi leszek. Milyen vektor grafikus kép fog keletkezni ebből, ha ezt leegyszerűsítjük. Az tény, hogy ez egy bonyolult logó, tehát egyszerűbb logóval is kezdhettük volna, de teljesen mindegy, mert adott egy error üzenetet, megpróbáljuk újra generálni. Elég sok probléma van mostanában ezzel, ez mostanában ugye pár napja élesedett, és sokszor van hiba üzenet. És nem hajlandó megcsinálni, amit szeretnénk. Másodikra már sikerült neki a generálás, és elkezdte szépen megírni az SVG kódot, látjátok itt, ez egy ilyen szöveges, ugye rajzol téglalapot, kört, vonalat húz, stb. Stb. És elkészítette ezt, ezt nagyon egyszerűen meg tudjuk vizsgálni, fogjuk bele, rakjuk egy sima TXT fájba, és megnyitjuk a böngészőben, és ez lett belőle. Hát ugye az eredeti képünk, hát akár hasonlít is a közepe valamennyire, tehát nem annyira rossz. Nem annyira rossz, azt kell, hogy mondjam, valamennyire le tudta követni, valószínűleg akkor egy egyszerűbb képet akár meg is tudna írni SVG kódban. De még messze van tőle, tehát mondjuk azt, hogy ez nem sikerült neki, de próbálkozik. Oké, a következő az egy új lesz, ilyet még nem próbáltunk egyáltalán. Nem csak egy képet lehet feltölteni egyszerre, hanem többet is. Kipróbáltam azt, hogy mi van akkor, hogyha nagyon sok képet töltök fel, nem enged négynél több képet feltölteni egyszerre, tehát kiválaszthatsz, ugye itt azt mondod, hogy képfeltöltés, és maximum 4 kép lesz az, amit enged feltölteni. Tehát ha kiválasztok többet, és azt mondod, hogy feltöltés, akkor írja, hogy egyszerre csak 4 képet lehet feltölteni. Viszont, ha feltöltesz 4 képet, és utána még 4 képet, és felteszel kérdést azzal kapcsolatban, hogy ez az összesen feltöltött 8 képedet magyarázza, írja le, bármit csinál vele, nem fogja megtenni, hanem csak az egyik kupac képet fogja elemezni. Tehát én ezt már kipróbáltam, és nem vonta össze ezeket a képeket egybe, hogy akkor mindegyiket elemezze, hanem csak az egyik kupacot kezdte el elemezni, a másikat figyelmen kívül hagyta. Ez a példa, amit most megnézzünk, ez azt fogjuk tesztelni, hogy megérti-e azt, ami a képen van, és úgy megérti-e, hogy a szekvenciáját egy videóból kivettem több képet, és ezt sorrendbe tudja rakni, hogy mi a helyes sorrend, ahogy ez lement egy videóban. Tehát fogjuk ezt a képet, itt ez egy sushi készítés, az 1-es, 2-es, 3-as, 4-est megnyitjuk, ezt feltöltjük neki, és azt mondjuk neki, hogy elemezd a képeket, és döntsd el a helyes sorrendet, amelyet meg kell jeleníteni. Jó, mehet. Ugye itt van az alap, erre rámegy a rizs, aztán vágjuk a mármint a halat itt megjelenítjük, majd felvágjuk a halat. Igen, sushit készítenek. Jó, kezdjük az alapanyagok előkészítésével, és hagyjunk az elkészítés felé. Megpróbálom megállapítani a legjobb sorrendet. Lássuk.
Tökéletesen megállapította. Ugye itt van a nori kiterítve, arra rárakjuk a rist, ugye ez a második kép, itt egybe van a hal, és a negyedik kép, ahogy írja is, az pedig, amikor már felszeleteltük, tökéletesen jól működik. Tehát nagyon jól megállapította a helyes sorrendet, hogy ezek a képkockák hogyan helyezkednek el időrendben egymás után a munkafolyamatban. Tehát képes azonosítani az eseményt, és meghatározza a helyes időbeli sorrendet. Próbáljuk meg most egy kicsit mást. Ugye itt többet is próbáltam, de ugye 8-at nem kezelt. Ezen a képen azt látjátok, hogy egy focista nekifut a 11-es pontra lerakott labdának, majd közelebb ér, majd megpróbál belerúgni a labdába. Ez egy három képből álló képsorozat, és megpróbáljuk megjósoltatni vele, hogy mi fog történni. Tehát itt nem azt kell elemeznie, hogy csak, hogy mit lát, hanem ezt át is kell gondolnia, és ki kell találnia, hogy mi fog történni majd a következő képkockákon, ha lennének. Ahogy Traveller. Oké. Okay. Jó, töltsük fel ezt a három focis fotót. Direkt nem adtam olyan nevet neki, hogy be tudja azonosítani, hogy most melyik után jön. Jó, a képek alapján jósold meg, mi fog történni, magyarul írj, ne kérdezz. Azért mondtam, hogy ne kérdezzen, mert még mindig van ez a, itt talán ki is írja, ami nem írja, hogy 50 darab üzenetet lehet küldeni 3 órán belül, mert utána lekorlátoz egy időre, és nem szeretnék belefutni ebbe, mint tegnap is. Oké, ugye rájött, hogy foci meccsről van szó, itt egy kicsit kötözködött, meg kérdezősködött, mondtam neki, hogy jósold meg, hogy mi fog történni a foci meccsen. Igen, és így szépen leírja, hogy szerinte analizálja a képet, megpróbálja elemezni a játékosok pozíciója alapján, akik ott vannak. Ugye egy kicsit zavaró lehet a számára, hogy itt mindenki nagyon fut, tehát ugye nem jött rá arra, hogy itt 11-es rúgás van, nem feltétlenül igen jelenti ez a kép az, hogy 11-es rúgás van. És ezt analizálta, és elég hosszú elemzést írt róla. Ugye most egy gyors fordítást nézzük meg, hogy mit mond. Egy fehér pólós játékos közelik a labdához, látszólag lövési vagy passzolási helyzetben, ez igaz, az ellenfél védelmezett a kompakt, de vannak rések. Kapus ébernek tűnik, készen áll egy esetleges lövésre. Játékos megpróbálkozhat egy közvetlen lövéssel a távoli kapufát célozva, vagy megpróbált rést találni a védők között. Hát azt nem kell, mert az a háta mögött vannak a védők, és nem a kapu, és ő közötte. Választhatja a gólszerzésre alkalmasabb helyzetben lévő csapattársának történő passzolást. Gyors, alacsony lövés, vagy egy gyors, egy-két passz lehet a legjobb, hatékonyabb stratégia. Hát ez érdekes. Mit mondjuk erre? Ez működött? Jól? Igazából jósolgatott arra, hogy mit csináljad, mert ugye tényleg, hogy neki le lehet passzolni itt a 10-es számú játékosnak, akkor fogadjuk el. Fogadjuk el, hogy ezzel meg lehetne oldani ezt a szituációt. Az igaz, hogy a 11-es nem ismerte fel, hogy itt egy 11-es rúgásról van szó, de hogyha ez egy konkrét akciószituáció lenne, akkor egész jól működik, amit írt. A következőben azt nézzük meg, hogy felismerje a képeken az emberek érzelmeit. Az érzelmi hányadost teszteljük. Ugye itt van egy kép, még egy kép. Ezt a három képet fogjuk letesztelni, hogy mennyire ismeri őket. Fel, mi van rajtuk.
Jó, három kép. Igen. Azonosítsd és olvasd le az emberek érzelmét az arcukról a képen. Magyarul írj. Ne kérdezz. Ezt hiába írtam neki, hogy ne kérdezzen, akkor is kérdezett. Érdekes, hogyha például a kódinterpreteres modellnél írod ezt, hogy ne kérdezzen, akkor nem is kérdez. Nem tud segíteni. Érdekes. Kezdjünk egy teljesen új ablakot. Hát, ha az a segítségére lesz. Megint feltöltjük a három képet. Jó. Írjuk így, hogy a fotón. Hát, ha jobban tetszik neki. Nem tud segíteni. Ez érdekes. Igen, ez nagyon érdekes, ebbe többször belefutottam. Szerintem ti is bele fogtok futni, hogy nem azt írja ki, hogy cenzúrázva van valami vagy sem, hanem ilyeneket ír, hogy nem tud segíteni, vagy hibaüzenetet ír ki, de nem tudom, mit értelmezhetett félre ebben a szövegben, de ugye nem volt hajlandó végrehajtani a feladatot, viszont ha annyit írtam be, hogy írd le az emberek érzelmét ezeken a fotókon, akkor már nem volt vele problémája. Az első képen a lány boldognak és elégedettnek tűnik, ez igaz. Második képen a lány elgondolkodnak és kissé szomorúnak vagy fáradtnak, tényleg. Harmadik képen a lány dühös vagy nagyon frusztrált, tökéletes. Tökéletesen megoldotta a feladatot, csillagos ötös. Mehetünk a következőre. A következőben itt van két fotó, két épületről. És azt fogjuk megkérni tőle, hogy ítélje meg esztétikailag, hogy melyik jobb. Tehát a GPT-4 a társadalmi normák alapján ítéli meg a képesztétikát, ezzel erre megkérjük, és lássuk, hogy ezzel mit kezd. Nyitunk egy teljesen új csetet, beadjuk neki ezt a képet, azt mondjuk neki, az esztétika egy tárgy, tervezés vagy műalkotás ember által érzékelt szépségét vagy vizuális vonzerejét tükrözi. Az alábbiakban bemutatott képek közül a társadalmi normák és standardok alapján melyiket tartanák többen magasabb esztétikai értékűnek? Lássuk, hogy mi lesz majd az eredmény. Igen, gyakran változik, szubjektív, valóban mindkét képen látható épület stílusa eltérő és különböző kultúrákat vagy preferenciákat tükröz. Erre rájött, tökéletes. Oké, jó, hívja egy szakértőt, lássuk, hogy ő mit mond, aki építészet, esztétika területén profi. Rajzold ide egy ilyen kis ikon, hát ez nagyon jó. Egy ilyen kis épületikon. Hatalmas. Oké. Nagyon-nagyon jól, nagyon bonyolult elemzéseket lehet létrehozni. Ugye megkérdeztem tőle, melyiket tartanák többen magasabb esztétikai értékűnek. Ő ugye közölte az, hogy a kérdéses képeken látható két épület két különböző stílusban készült. Az első kép egy modern épületet mutat, tökéletesen jó. A második egy hagyományosabb európai stílusú házat ábrázol. Oké, ez is jó döntés. Mindkét épületnek megvan a maga esztétikai értéke, de a társadalmi normák és standardok alapján melyiket tartanák többen magasabb esztétikai értékűnek, az nagy mértékben függ a vizsgált közösség kultúrájától és preferenciáitól. Jó, megkérdezte, hogy mi legyen. Mondtam neki, hogy akkor két közösség szempontjából vizsgálja meg, a beduinok és a grúzpásztorok. És nagyon jól levezeti, hogy a beduinok ugye a nomád arab közösségként hosszú ideig sivatagban éltek, az első képen látható modern épület ugye nem lenne annyira vonzó nekik, de a második képen látható az talán összhangban állna, de még mindig eltérő. A grúzpásztoroknál pedig, bár a második képen látható európai ház színe és stílusa közelbe állhat a grúz hagyományhoz, még mindig eltérhet a grúzpásztorok hagyományos építészeti stílusától.
Az első kép modern stílusa viszont valószínűleg túlságosan eltér és idegen is lenne számukra. Tökéletesen jól összefoglalta, elemezte. Ilyenkor jön elő az, hogy mekkora tudás van mögötte. Ugye az egy dolog, hogy felismeri, hogy mi van a képen, de ott van az a plusz tudás, amivel rendelkezik erről, ezekről a kultúrákról, közösségről, történelemről, minden másfajta tudás ott van benne, amit felszínre tudunk hozni ilyen kérdésekkel. Nagyon jó választ adott. Következő kép, az csak egy teljesen átlagos kép, itt van egy hajó a vízparton. De megkérjük őt arra, hogy feltöltjük a képet, itt van, humoros módon írjad le a képet. A GPT-4 Vision megfelelő szöveget fog generálni az észlelt vagy kívánt érzelmek alapján, így az emberekkel való kommunikáció is megnyugtató és hatékony. Ezt a GPT-4 Vision fejlesztői mondták a kutatási anyagukban. És ez tény, hogy ugye, ha megfelelő szöveget generál a kívánt érzelmek alapján, akkor sokkal inkább jobban fogjuk érezni vele a kommunikációnak a hatékonyságát, meg megnyugtató lesz számunkra. Nézzük meg. Hát tényleg, ezt felismerte, hogy E14 a hajó neve. Tényleg, ez mennyire jó. Jaj, ahoj. Ilyen stílusba adja elő. Úgy tűnik, hogy az E14 nevű hajó nem vett észre a napfelkelő jógát a parton, csak hűsöl, és valószínűleg azon gondolkodik, hogy otthon hagyta bekapcsolva a tűzhelyet. A víznek sima napja van, úgy néz ki, éppen most kent volna fel valami csúcsminőségű arcszérumot, és azok a felhők csak megpróbálják ellopni a napfelkeltő dicsőségét. Ez mekkora duma! Hát ez hatalmas. Megpróbálják ellopni a napfelkeltett dicsőségét a felhők. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó, humoros. Tetszik. Következő, 38-as teszt. Egy egyszerű kis hasonlítsa össze az egyes és a kettes képet, mondja meg, mi a különbség a két kép között. Nem valami nagy felbontású kép, meglátjuk, hogy tud-e valamit vele kezdeni, és észreveszi azt a pár különbséget, ami a képe, két képen látható. Egy kis különbségkeresős játék. Hasonlítsd össze az egyes és a kettes képet, mondjad el, mi a különbség az egyes és a kettes kép között. Ez gyorsan megfejtette, semmiféle differenciát nem lát a két kép között. Ez gyors volt. Akár ez adódhat a felbontásból is, vagy hogy ennyire apró részletekre nem tud kitérni, ugye már kapásból mondjuk itt a vödör, ami itt van, az nincs ott fent. Meg ugye mondjuk ez egy rajzolt kép, tehát nem egy teljesen életű kép, nem egy fotorealisztikus, lehet, hogy azzal többre menne, itt ugye a virág, ez rózsaszín, itt felül ilyen sárgás-zöldes. Tehát van több minden, amit ugye az emberi szem azonnal észrevesz különbséget, ő ezeket nem vette észre, ez nem nyert, nem sikerült. Következő, ez egy ilyen munkabiztonsági kérdés. Megkérjük őt, hogy nézze meg, hogy a képen hány személy visel sisakot, és összegezze is nekünk ezeket az adatokat. Ugye ne felejtsétek el, hogy bejelentett az OpenAI, hogy ennek az egész GPT-4 Visionnek jön az elérése a fejlesztők számára API-n keresztül, tehát a programjaik, amit megírnak, az kérdéseket tud majd feltenni az OpenAI-nak a GPT-4 Visionje felé, tehát ugye el tud mondjuk egy képet küldeni, ahonnan fog egy választ kapni. Tehát az, hogy most mi itt egy chatben ezeket alkalmazzuk, az egy dolog, de képzeljétek el, hogy ezekre, ha majd felépítenek egy programot, tehát úgy felépítenek egy programot, hogy egy kamera figyeli majd az osztálytermet, vagy figyeli, nem tudom, mondjuk a meetingen az embereket, és meg fogja tudni mondani, hogy milyen volt az embereknek az érzelme.
Vagy figyelni fognak távolról mondjuk egy építkezést, és utána ott lesz a statisztika az ellenőrök kezében, ja, bocsánat, 3 óra 3 percen keresztül 83 emberen nem volt sisak. Mert hogy ugye ez be lesz építve majd alkalmazásokba, ahol ilyen use case-ekre lehet majd használni ezeket. Tehát minden, amit itt bemutattam, azt gondoljátok át, hogyha ez külső programokban meg lehet majd hívni, akkor mennyi mindent fog rajta változtatni, és az, aminek nem feltétlenül volt értelme itt, hogy most a chat ablakban ilyet irogattunk, az mindjárt értelmet nyer akkor, hogyha azt egy kamera képe látja, és folyamatosan fel kell dolgoznia az információkat, vagy egy fotón. Jó, adjuk meg neki akkor ezt a képet. Kérek, állapítsd meg, hogy a képen lévő személy visel-e sisakot, vagy sem. Képen lévő személyek viselnek-e sisakot, vagy sem, és összegezd, hány ember visel sisakot. Magyarul írj. Na, nem tudom leírni. Ezeket, amiket megkérdezek tőle, ezeket a promptokat, ezeket természetesen beleírom majd a videó leírásába, tehát ti is ki tudjátok majd próbálni ezeket a kérdéseket. De ha bármi jó ötletetek van, akkor azt írjátok meg YouTube kommentben, nézzük meg, hogy mit lehetne még letesztelni, milyen ötlet van, milyen olyan felhasználási terület már, ami szerinted tökéletesen jól működne, és jó lenne ott használni ezt, vagy akár csak valami agyafúrt ötlet, hogy mivel lehetne tesztelni még. Oké, megkezdte a kép elemzését, kérem, várj egy pillanatot. Ezeket nagyon bírom, amikor ilyen időbeli dolgot ír, hogy nagyon sokáig elemeztem, közben meg ugyanolyan gyorsan adja ki az információt, mint az előbb, tehát a képelemzés alapján 7 ember visel sisakot a képen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ember van a képen, és abból 1, 2, 3, 4, 5 visel sisakot. Ez teljesen rossz válasz. Ez összesen hány ember van a képen? Próbáljuk meg így, hát, ha konkretizálni kell a viselést, hogy utána megkérdezzük azt, hogy hány embernek van a fején a sisak. Jó. Lássuk, mit kezdett a következő kérdéssel. Összesen hány ember van a képen? Meghívott egy szakértőt, aki expert az emberek felismerésében. Igen, és megállapította, a képelemzés alapján 8 ember látható, található a képen. Ez tökéletesen jó válasz. Utána megkérdeztem, hogy ebből mennyinek van a fejtett tején a sisak. Erre megint azt mondta, hogy 7. Tehát akkor ezt teljesen helytelenül mondta. Érdekes, mert ez itt nagyon nem úgy tűnik, mintha a fejük itt lenne a hónuk alatt, és akkor arra lenne rárakva a sisak. Érdekes, hogy ezt rosszul válaszolta meg, pedig az embereket nagyon jól felismerte. Oké, a következő, ez úgy szintén akkor nem sikerült neki. A következő feladat, a 40-es, az egy röntgenkép, hogy észrevesz-e valami elváltozást. A röntgenképen. Radiológus szakértőként írj radiológiai jelentést ehhez a képhez. Láthatólag egy röntgenfelvételt küldtél. Ez igaz? Meg szeretnéd érteni, hogy mit látunk rajta, igaz? Jó, radiológia szakértőjére ez szükség. Tökéletes. Lássuk, hogy mit mond a radiológiai szakértő. Oké, azt felismerte, hogy a képen az alsó combcsont, a térdizelet és a felső sípcsont látható. Tehát itt volt neki egy felismerése. Jelenleg nem látok nyilvánvaló törést vagy elváltozást a csontszerkezetben. Ez hatalmas tévedés, mert szemmel láthatólag is egy óriási probléma van itt a kép közepe tájéka felé, tehát ez nagyon rossz. Igen, nem lát semmilyen jelet degeneratív elváltozásról. Érdekes, mert a
GPT-4 Vision kutatási anyagában ott van, hogy elméletek ezeket felismerés képes kezelni. Lehet, hogy ennél jóval nagyobb felbontásra lenne szükség. Nem, ez nem sikerült most. A következő egy nagyon-nagyon jó felhasználási mód, akár ezt ti is tudjátok használni, de remélem nem lesz rá szükségetek. Isten őriz. Képzeljétek el, hogy történik egy baleset az autótokkal, meghúzzák, megkarcolják, és az autóbiztosítónak jelenteni kellene ezt, és valahogy le kellene írni, hogy mi történt, mi van a képen. Ez veszünk egy ilyen autót, ami láthatólag van egy sérülés. Itt ez, ugye horzsolták, és lejött a festék. És nézzük meg, hogy felismerje. Képzeld el, hogy egy szakértő vagy az autóbalesetekből származó autósérülések értékelésében az autóbiztosítási jelentések számára. Kérlek, értékeld a képen alább látható károkat. Látom a károkat az autón, segítek neked ebben. Előhívom meg fő szakértőt. Tökéletes. Lássuk, hogy mit mond a szakértő. Aki ugye látta a károkat az autón, segít nekünk ebben a szakértő. A kép alapján látható, hogy az autó oldalán karcolások találhatók, amelyek közepes méretűek és mélyek. Ezek a karcolások a hátsó kerék felett, a ködlámpa közelében kezdődnek. A hátsó kerékhez nem szoktunk ködlámpát rakni, ez itt nem jó, ezt rosszul ismerte fel. Megkérdezte, hogy milyen mélységű és hosszúságú karcok. Mondtam neki, hogy 3 mm mély és 30 cm hosszú, és szépen elkezdi mondani, hogy ugye mélyebb a lakréteg, ami azt jelenti, hogy a karcolás elérte az alatta lévő fémet, jelentős ez a hossz a sérülésnél. Ki kell javítani, mielőtt újra kennék az autót a sérült területen. Pontos költség sok mindentől függ. Jó, tehát valami szöveget írt, de nem feltétlenül ezt vártuk, ráadásul itt tévedések voltak az, hogy hol van, meg még pluszba rákérdezett. Erre se adunk jó pontot, de amúgy jó lehetne a használata, de így még egy picit kevés, úgy érzem. A következő egy nagyon vicces, ezzel eléggé elszenvedtem, mire sikerült létrehoznom. Ugye van most beépítve már a GPT-4 fül alatt, természetesen ez is az előfizetőknek van, sajnos, de reméljük, hogy majd valamelyik azért, akár ez a képfelismerés, a Vision, vagy a képgenerálás átmegy az ingyenes felhasználók felé is. Szóval a GPT-4 fül alatt van egy DALL-E, ugye ez egy képgenerátor, és ezzel próbáltam meg generálni egy TED helyszínt, amit fel kell majd ismernie a GPT-4 Vision modellnek. Nagyon megszenvedtem vele. Egyfolytában rakott rá pisztolyt, meg vértócsákat, meg minden. Erre persze közölte, hogy nem tudta le generálni cenzúra miatt a képet. Arra nagyon oda kell figyelni, hogy ha képet generálsz, akkor el fogja felejteni azt, amit előzőleg megadta neki instrukciót. Tehát, hogyha így mész sorba, mint egy chat, hogy jó, akkor most változtasd meg ezt. Utána azt mondod, változtasd meg ezt, akkor elfelejti azt, hogy mit írtál az előbb, és akkor teljesen újat generál már megint. Tehát mindig össze kell neki foglalni a teljes egészet, hogy mi az az összes változás, amit szeretnél a képen végrehajtani. Nézzük meg, hogy mire gondoltam. Itt van egy tett helyszín, ugye ez egy ékszerbolt, látjátok, hogy kiráncigálták a fiókokat, ott van csavarhúza a földön, szendvics, óra, valami fánkszerű, egy ilyen pulóver ledobva a földre, valami vérfolt is van. Nézzük meg, hogy mit mond a GPT-4. Azt mondja, hogy tegyük fel, hogy nyomozó vagy, mire következtethetsz a képen látható vizuális nyomokból. Érdekes kép. Rengeteg részletet tartalmaz, amelyekre érdemes odafigyelni. Szeretnéd, ha kielemeznénk? Persze. Elemezd. Ez most elég sokáig tartott. Neki szép, hosszú választ írt.
Oké, megmondta, hogy ősz milyen sorrendet képzelt el ennek a feladatnak a megoldásához. Az első lépés az lesz, hogy részletesen vizsgáljuk meg a képet, azonosítsuk a legfontosabb vizuális elemeket. Teljesen jó. Ezt követően összeállítjuk az események lehetséges sorrendjét és azok okát. Ez is nagyon jó. Hogy haladjunk tovább? Ez a sorrend jó, csináld. Expert nyomozási vizsgálatokban lévő szakértőnk segít nekünk. Itt van egy okulárja szeménél, ha jól látom. Azonosította, igen, megpróbálja rekonstruálni. Lássuk, az üveges vitrinnek többsége törött vagy feltört. Üveges vitrinek, hát igen, itt olyan, mintha törött lenne, vagy nem lenne teteje. Bár ez inkább a generálás hibája amúgy, de valóban, mintha nem lenne teteje. Igen, a következő... A padlón szétszórt ékszerek és drága kövek vannak, tökéletes, ez is igaz. Egy fúró és egy kisebb eszköz is a padlón található, valószínűleg a betöréshez használták őket. Nagyon jó, ez is igaz. Egy személyi tárgyat tartalmazó zsák is látható a padlón. What? Egy személyi tárgyat tartalmazó zsák. What? Ez talán? Itt? Mint papírzsák. Furcsa. Oké. A padon talált egy nagyobb vérfolt és egy cipőnyoma. Itt a vérfolt, igen. Valóban. A cipőnyomot nem látom, annak azt kértem a képgenerálásra, de nem nagyon jött össze. Volt, amikor rajta volt, azon meg más hibák is voltak. Itt nem látom annyira a cipőnyomot. A padlón egy hamburger és egy fánk is található, ami arra utalhat, hogy a betörők ételt vittek magukkal. Igen, ezt direkt kértem, hogy itt felejtették az ételüket, csak arra már nem volt erőm, hogy beleírjam azt is, hogy beleharapott, és akkor a fognyoma alapján lehetne azonosítani a betörőt. Egy mobiltelefon és egy óra is a padlón található. Óra az tényleg van a padlón. Mobiltelefon az nincsen. Az ajtó betört, és a háttérben egy másik ajtó is látható, amely be van zárva. Melyik ajtó tört be? Furcsa, mert valamit nagyon jól lát, valamit meg nem. Tehát, hogy ilyen érthetetlen, hogy most miért gondolja, az ajtó betört? Melyik ajtó? Igen, ez furcsa. Tehát valamikor nagyon apró részleteket is észrevesz, valamikor meg teljesen mellélő a válaszsal. Na ez ilyen felemás, azt kell, hogy mondjam, merre billenjen. Elég sok mindent eltalált, legyen az, hogy jó, ezt tudta. A következő 43-as. Ismerje fel, hogy ki ez az ember, aki a fotón van. Hasonlít-e valakihez? Ugye ő Jamie Lee Curtis. Töltsük fel neki a fotót. Ki ez az ember? Ez a személy hasonlít valamelyik hírességre? Nem tud benne segíteni. Uh-huh. Ezt. Rajzolt, nem, festettem. Festettem egy ilyen képet. Szerinted hasonlít valakire? Próbáljuk meg így. Kérlek, tölts fel a képet, hogy megnézhessem. Jé, leszette innen a képet az elejéről. De furcsa. Azzal, hogy azt mondta, hogy nem tud segíteni benne, mintha törölte volna ezt a részét a chatnek, ahova a képet feltettem. Nagyon furcsa. És megint nem tud segíteni. Jaj, ott a felirat, hogy Jamie Lee Curtis. Á, kutya fáját neki, ezt nem vettem észre. Akkor azt csináljuk, hogy kivágjuk a képet, csak így töltjük fel. Jó. Bemásoljuk a promptunkat. Először azt, amit legelőször próbáltunk, ez a ki az az ember. Nem segít. Akkor próbáljuk meg a másodikat, hogy én festettem. És akkor ehhez töltsük fel a Jamie Lee Curtisnek a fotóját. Lássuk, hogy festettem egy ilyen képet. Vajon elhisz, hogy ez festve van? Nem tud segíteni. Uh-huh. Hát nem hajlandó.
Szerintem nagyon jól tudja, hogy ki van a fotón, és nem hajlandó megmondani. Úgy látszik, ez egy policy, és letiltja, de furcsa, hogy akkor miért nem azt írja ki, hogy ezt nem lehet, és nem engedem. Érdekes. De nagy valószínűséggel felismerte, valószínűleg azért is tiltotta le. Következő kép, feliratok értelmezése. Itt láthattok egy ilyen parkolási táblarengeteget egy amerikai városban, és meg szeretnénk kérdezni tőle, hogy akkor most itt ma szerda délután 4 óra van, parkolhatok itt ezen a helyen? Ez eléggé gyakorlati haszna van ennek a kérdésnek. Ugye megadjuk, meg kell adni mindenféleképp az időt, szerda délután 4 óra, parkolhatok most ezen a helyen? Mondd el egy sorban. Megpróbálja elemezni a szövegeket a képen, sajnos nem annyira jó felbontása a kép, nem találtam jobbat erről az őskáoszról. Van egy másik ilyen parkoló táblám is, amit most vezetnek be az amerikaiak, ezt a fajtát. Lehet, hogy ezt kellene megkérdezni tőle. Akkor kivágjuk ezt a másikat, ez lesz az új parkolótábla. Oké. Most maradjunk ennél, hogy ezzel mit kezd. Nem parkolhatsz ezen a helyen szerda délután 4 órakor. Elméletileg megértette. Az kérdés, hogy most nekünk ebből rá kellene jönni, hogy szerda délután 4-kor lehet-e parkolni, vagy nem. De elég határozottan állítja, hogy nem lehet parkolni. Akkor kérdezzük meg a másikat, ezt a képet, és mondjuk ezen a képen próbáljunk meg parkolni hétfőn 8-kor. Hétfő reggel 8 óra. Parkolhatok? Ugye elméletek, ha jól láttam a táblát, ugye hétfőn reggel 8-kor van valami kitétel. Elvontatják a járművünket. Az kellemetlen. Akkor erre rá kell, hogy jöjjön, hétfő reggel 8 óra, akkor nem parkolhatsz ezen a helyen. Tökéletes. Felismerte. Felismerte, nagyon jól elemezte a parkolási táblát. Pedig itt aztán bonyolult feliratok vannak, ezért érdekes, mert adtunk már ő neki elég sok fajta féle képet, és sok mindenen elbukott, de ezt például valamiért tudta elemezni. Az utolsó, amit megnézzünk, az pedig egy javaslat, hogy hogyan lehet egy felületet használhatóbbá tenni. Legyen az mondjuk egy weboldal, amit készítettünk, és szeretnénk, ha ötleteket adna arra, hogy hogyan lehet jobbá tenni ezt a weboldalt. Kérem, javasolj 10 módot a felület használhatóságának javítására. Erről van szó, ez a box file megosztónak a felülete, és megpróbáljuk megkérni arra, hogy erre javasoljon valami használhatósági ötleteket, milyen ötletei vannak arra, hogy hogy legyen még jobb ez, ami itt látható a fotón, vagy amit mi készítettünk. Le is futtatta az elemzés, szépen leírta. Most itt éppen magyarra fordítatom vele. Hierarchia és csoportosítás rendezze a fájlokat és mappákat tisztább hierarchiába. Különböző méretű vagy félkövér mappanevek, fejlett keresési funkciók implementálása. Ez még itt jónak hangzik, aztán utána már adjuk nyomvonalat, a tetején jelenítsünk meg, hogy hol vannak a fájlszerkezetben. Ez már most is ott van, tehát ez már létezik, úgyhogy ez csak így bekamuszta. Gyors hozzáférési eszköztár, feltöltés, új megosztás. Feltöltés, új megosztás. Az is ott van, akkor ezt sem kell javítani. Vezessen be ikonokat vagy bélyegképeket a fájlnév mellett a tartalom típusának gyors azonosítására.
Itt vannak ikonok, ugye itt most éppen csak mappákat látni. Akkor együttműködési funkciók, válaszadó design, méretez egy olyan különböző eszközöken, ezek ilyen általános dolgok, tömeges művel, szemérszavás, nekem nagyon nem úgy tűnik, mintha érzékelte volna azt, hogy mi hogy helyezkedik el az oldalon. Valamennyire valószínűleg azért felismerte, de itt ezeknek a nagy része egy átlagos, teljes ilyen SEO-s duma, amit itt visszaadott nekünk, úgyhogy én ezt most nem fogadom el, mert nagyon úgy tűnik, mintha csak bekamúzta volna, és nem is ellenőrizte az oldal dizájnját, amit átküldtünk neki. Ennyi lett volna a mai videó. Nézzük is akkor egy ilyen összefoglalót, hogy mi volt. Ugye írja le, hogy mi látható a képen, ugye az etióp ruha, amiben ott állt a párocska, az nem sikerült neki. Írjon SVG kódot, az sem sikerült neki. A négy képet azt leelemezte, megcsinálta helyes sorrendet, tehát az jó volt. Képek alapján jósold meg, hogy mi fog történni, arra azt mondtuk, hogy az is jó volt a foci. Írd le az emberek érzelmét, leírta. Képesztét az nagyon-nagyon jó volt. Ugye az is sikerült, humoros mód, az is szuper jó volt. A két kép közti különbséget nem találta meg. A sisakviseléses az nem volt jó. Radiológia, az még nagyobb bukta volt. Autóbaleset, az úgy félig meddig, de ott is furcsa dolgokat írt az autóra, az sem volt jó szerintem. A nyomozós feladat, hogy mire következtet, az jó volt. Ki ez az ember, azt ugye nem volt hajlandó egyáltalán megmondani. Felirat értelmezés, elméletileg ugye az jó volt, a parkolási táblák, és az, hogy milyen weboldal javaslatok vannak használatosság javítására, az teljes kamu volt a nagy része, tehát összesen 7-es darab sikerült a 15-ből, ez talán a 3 videóból a legrosszabb arány, amit elértünk. Ez is van, természetesen ugye nem tud mindent, de legalább átnéztük és megtaláltuk azt, hogy mi az, amit tud és mi az, amit nem tud a modellünk. Ez érdekes, hogy most miért rakta át a videó felvételt a másik oldalra, de ezt ide visszarakjuk. Ez nagyon szuper, hogy ide átrakosgatja nekem az ablakot. Oké. Okay. Ennyi lett volna a mai videó, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok a videót, hogy másokhoz is eljusson, írjátok le kommentbe a véleményeteket, hogy szerintetek ezek tényleg jó use case-ek-e, vagy van valami másik ötletetek, amit próbáljunk ki. Ugye már ez a 3. rész volt, már 45 féle lehetséges gyakorlati, vagy akár elméleti felhasználási módot kipróbáltunk és megnéztünk. Talán ugye ez volt a legkevésbé sikeres a ChatGPT szempontjából, ahol jól teljesített. Iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszett a videó, mert akkor értesítést fogtok kapni a legújabb videókról. Amúgy a csatornának van Discord csatornája, van Patreon támogatási oldal, ez benne van a videó leírásában, hogyha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek támogatni az oldal működését. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek a videót. Sziasztok!